Nagy érdeklődés övezte a Magyar Kultúra Napja alkalmából megnyílt Állarc nélkül címet viselő Abba Novák Vilmos festőművész kiállítását a József Attila Múzeumban. A jeles eseményt a hazai modern festészet egyik legkiemelkedőbb alakjának unokája, Kovács Kristóf nyitotta meg rendhagyó módon. Most itt Makón a címzett kiállításának megnyitóján hallhatja a mester. Kedves nagypapa, nem jó, áthúzva. Kedves mester, erőteljes satírozással eltüntetve. Kedves Villi, na ez végképp nem jó, ezt Vágingen Róza mondta mindig, aki a címzett szülőanyja. Kedves atya, és ez a megszólítás megmaradt. Atyának éppen Abba Novák nevezte tanítványait, akik maguk közt őt szintén atyának nevezték. Kovács Kristóf nagyapjának írt el nem küldött levelét olvasta fel a jelenlévőknek, amelyben méltatja az alkotót és tanárt. Az unoka elárult a stábunknak, hogy mindig örömmel és elérzékenyülve gyönyörködik a festményekben, azonban haragszik a sorsra, hogy csak 47 évet engedélyezett a monumentális piktúra egyik eredeti tehetségének. A családtag megosztotta, hogy a kiállítás mely képei állnak hozzá nagyon közel. Az évtizedek során olyan szintén belém költöztek ezek a képek, hogy mindegyikre úgy nézzek rá, mintha én festettem volna. Én nagyon nem tudok festeni, de valahogy mégis. Hát talán a Hazatérés című képet azt merem említeni, de a Katonyogágyban azt azért is szeretem, mert a nagymamám van rajta. A felesége, a modellje, az az én nagymamám is, és a kép is nagyon jó. A tárlaton Szikszai Zsuzsanna, a József Attila Múzeum igazgatója egy idézettel ajánlotta a jelenlévők figyelmébe a műveket. Szent Exupérynek van egy idézete, kultúrát ajándékozni annyit jelent, hogy szomjúságot ajándékozni. Milyen különleges ez a kifejezés, szomjúságot. Szomjúságot, érdeklődést, kíváncsiságot felkelteni. Ez a mi dolgunk, akik a kultúra őrei vagyunk, az értékeink őrzői a közgyűjteményekben, a közművelődési intézményekben, és hát ehhez kell egy jó partner, egy olyan értő közönség, aki ezt a szomjúságát belépve hozzánk ide a múzeumba, el tudja oszlatni, elmúlik a szomjúsága, mert hogy kap valamit. Harmincnégy festményen és 8 grafikán keresztül mutatkozik be az őrült zseni, ahogy Pablo Picasso jellemezte, amikor külföldön meglátta a magyar alkotó munkáit. A kiállítás kurátora elmondta, hogy a festményeket magángyűjtők adták kölcsön a tárlat idejére, és próbálta úgy összeválogatni Abba Novák Vilmos alkotásait, hogy mindegyik korszakát érintse. A 30-as évektől viszont már a temperával foglalkozott csak, ő neki meg volt az elképzelése nyilván, hogy miért. Az én elgondolásom szerint nyilván az lehetett benne, hogy a tempera könnyen szárad. Így aztán ő, mivel egy nagyon bőtermű művész volt, szinte naponta, ha úgy adódott, öntötte az ötleteket, és gyártotta szinte a képeket. De olyanokat, amik kiváló minőség és kiváló kvalitású képek voltak, bárhol, bármikor megállták, és jelenleg is megállják a helyüket. Festményeiben tulajdonképpen minden nagyon enciklopédikus festő volt, mert a korai képein, az úgynevezett árkádiás képein a tájat, a kicsit klasszicizáló testformákat, a posztnagybányai festészet minden eredményét összesűrítette, főleg tájak, emberek. Rengeteg aktort festett, de semmelyiket nem erotikus megközelítésben, sokkal inkább a test érdekelte. Kicsit kubista elemeket is használt. Aztán később átalakult az igali korszakában, amiből vannak itt ragyogó képek, akkor az egész fényvilága felvilágosodott, és
lazább színezést használt, elment a földszínek felől kicsit erősebb színek felé. Majd jöttek az olaszországi képek az olasz ösztöndíjának köszönhetően, amikor gyökeresen minden megváltozott, mintha nem ugyanaz az ember festette volna. És ott pedig a színek egészen a tüzesedésig felfokozódtak, az olajfestést lecserélte temperafestésre, így megszűntek a fényesedési problémái. A vásznat lecserélte a furnéllemezre, arra festett, és ez neki megalapozta a freskó festését. Az esten jelen volt a rendezvény fővédnöke, Lázár János országgyűlési képviselő, valamint Cirbus Gábor alpolgármester is. Drága atya, azzal zárom levelem, hogy kívánok még sok-sok jó kiállítást, könyvet és a közönség szeretetét. Most éppen Makón készülsz győzni, ahol rengeteg, lehetőleg értő szemek látnak majd. Tudod, te is hirdetted. Ars longa, vita brevis, azaz az élet véges. A művészet örök. Követően koccintás következett, majd a jelenlévők megcsodálhatták az alkotásokat, melyek március végéig a József Attila Múzeumban láthatóak.